Magyarország télen is számos élményt kínál az utazók számára. Teljesen mindegy, hogy milyen az idő, vagy hogy mennyire hideg van, biztos, hogy lehet valamilyen szórakozást találni, akár vízparton, akár hegytetőn. És a Magyar Turisztikai Ügynökség indított is egy kampányt, aminek az a célja, hogy minél többen utazzunk itthon. Ennek az kampánynak a két arca a vendégem, Epres Panni és Benedek Tibor. Szervusztok, jó estét, üdvözöllek nálunk titeket. Miért érteztétek fontosnak, hogy ebbe a kampányba részt vegyetek, hogy az arcai legyetek? Hát először is szeretünk szerepelni. Egy őszinte válasz. Igen, és szeretünk utazni, szeretjük megismerni ezt a gyönyörű országot. A munkánk során rengeteg helyen járunk, külföldön, belföldön egyaránt, de azt látjuk, hogy ahhoz, hogy valóban megismerjük az országban a legszebb helyeket, ahhoz arra időt kell szánni, és például egy családi kirándulás az alkalmas erre, úgyhogy mi elkezdtünk elég sokat foglalkozni ezzel. Hát azt mondtad, hogy egy családi kirándulás is volt olyan, amire így rácsodálkoztatok az utóbbi időben, amiről nem is, tehát hogy amit így észrevettetek, hogy ilyen is van Magyarországon, ez valahogy úgy elkerülte a figyelmünket, hogy így jártátok az országot? Vagy azért megvannak nektek is a kedvenc helyeitek, ahova minden évben visszazarándokoltok? Megvannak a kedvenc helyek, igen, elsősorban a Balaton. Az kedvencünk volt azelőtt is, hogy megszülettek a gyerekek, de amióta mondjuk a gyerekek megvannak, azóta nyilván egy kicsit átrendeződött az utazás, mert hogy az az elsődleges szempont, hogy nekik hol lesz jó, meg ők hol fogják magukat jól érezni. A Balaton és a víz, az a fél életünk, vagyis Tibornak talán az egész, de most már nekem is, és az mindig egy nagyon fontos szempont, hogy víz közelében legyünk, és ezt ugye télen is meg lehet már csinálni, úgyhogy ez az egyik fontos, és nem tudom még mi fontos, amikor ilyen úti célt keresünk. Hát elsősorban valóban az, hogy ha a gyerekekkel megyünk, akkor a gyerekek jól érezzék magukat, tehát egy olyan wellness hotel, vagy wellness központba megyünk, akkor ott legyenek gyerekprogramok, és ki tudjon kapcsolódni az egész család, mindenkinek meg legyen a saját öröme. És rácsodálkozunk, nem is válaszoltunk a kérdésre, hogy rácsodálkozunk, tehát tényleg fantasztikus helyek vannak, és tényleg gyönyörű. Meglepettek ezzel a vízparttal, megmondom, mert azt gondoltam a Tiborról, hogy ha valahova akar menni, amikor szabad ideje van, ott víz ne legyen a közelébe, tehát úgy van, hogy se medence, de hogy egyébként van ilyen, hogy akkor mondjuk élő víz legyen, tehát hogy medencét nem akarsz látni, semmi csempe. Hát eleve a vízilabda valahogy a Magyarországon a termálvíznek köszönheti ezt a fantasztikus múltját, hiszen azért tudtunk kiemelkedni a többi ország vízilabdázása közül mondjuk 100 évvel ezelőtt, mert nekünk volt termálvízünk, és tudtunk meleg vízbe többet edzeni, mint az ellenfelek. Úgyhogy ez valahogy mindig hozzákapcsolódott a sportágunkhoz, úgyhogy én ezt a hagyományt követtem, és járunk rendszeresen olyan hévízre, vagy olyan fürdőkbe, ahol hát tényleg meleg a víz, de vagy csak a szomszédban, mondjuk a Margit szigeten, a Palatinus strandfürdőben, ahol már télen is lehet ugyanúgy, igen. Remek fürdőink vannak. Igen, így van. Ne felejtsük, hogy a kampányról van, ugye ez lényegében szó. Az egészségturizmus preventív oldalát is hirdetitek. Ezt szerintetek milyen oldalról lehetne leginkább bejutatni a célközönséghez? Hát elsősorban ezeknek a fürdőknek valóban van gyógyhatása, és hát ezek a helyszínek azért olyan plusz szolgáltatásokat nyújtanak, ami kifejezetten arra épül, hogy az egészséget javítsa, vagy akár megelőzés szempontjából. De hát ez azt gondolom, hogy ha valaki tájékozott és körülnéz, akkor rengeteg ilyen helyet talál. Hát ugye egy picit azért belemondhatjuk szerintem a sportot is, mert ugye az előbb belevontuk, mert ugye a vízilabdát emlegettük, de hogy Magyarországon ugye a vízes sportok is nagyon népszerűek is, meg nagyon sikeresek is, úgyhogy hát a sport az nem csak a gyerekek óta, de a gyerekeinkbe is próbáljuk azt belenevelni, hogy sportolni kötelező, mindegy, hogy mit, de nem lehet abba hagyni. Lehet váltani sportágat, de olyan nincs, hogy nem sportolunk. Ezzel abszolút egyetértek. Abszolút, sportolni mindenféleképp kell. Tehát, hogy sportolni jó dolog, ha ezt valaki professzionális van, vagy amatőr szinten, ez szerintem teljesen mindegy. Ti sokat utaztatok azért a világban, mind a szakmátokból, mind passzióból.
ha így kívülről ránéztek Magyarországra, akkor, és mondjuk a termálvizet most elengedjük, mint abszolút kincsünket, akkor szerintetek milyennek az országnak turisztikailag a varázsa? Tehát, hogy mi van itt, ami valahol nincs meg máshol, és amikor máshol voltatok, akkor hihetetlenül hiányzott, mondjuk még Olaszországból visszanézve. Hát korábban már vettünk részt ilyen országot népszerűsítő kampányban, és akkor megkérdezték, hogy mi jut eszünkbe Magyarországról, és akkor az volt a mi jelszavunk, hogy a bérház, mert hát fantasztikus házak vannak, épületek vannak az országban, és hát elsősorban, ha itt pont körülnézünk Budapesten, bármere nézek, fantasztikus látvány tárul elénk. Úgyhogy én azt gondolom, hogyha egy külföldi idejön Budapestre, és mondjuk itt végigmegy a Dunaparton, akkor ezt nem felejti többet el. Az főleg, ha utána elmegy mondjuk a Széchenyibe, és még vártózik egyet, akkor bulizik is egy jót, akkor biztos, hogy azért ezeket az élményeket tényleg aztán a szívébe is zárta. Nagyon köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és akkor további jó kampányt kívánunk nektek, és további jó élményeket.